Ima a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelked. Kedves testvérek, képközi 24. vasárnapot ünnepeljük, és ezt a szent misáldozatot a Rózsafűzér társulat élő és elmúlt tagjaiért ajánljuk föl. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szepültelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőítünk téged, állunk
Tekints ránk, és engedd megéreznünk irgalmas jóságodat, hogy egész szívvel szolgáljunk neked. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Sirák fia könyvéből. Bocsásd meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked. A düh és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös. Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is, kemény számadást tart vele bűneiért. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked. Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? Aki nem könyörül meg embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik? Jól lehet, ő csak ember, kitart a haragban, és ugyanakkor bocsánatot kér Istentől. Hát az ő bűneiért kiad elég tételt. Gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s tarts meg a parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat. Gondolj az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Áldja lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldja lelkem az Urat, és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Megbocsátja minden vétket, meggyógyítja minden gyengeséget. A pusztulástól megmenti életet, kegyelmében és irgalmában meg is koronázza. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Irgalmas és kegyes a mi Istenünk, nagy irgalmú és hosszan tűrő. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának, amíg élünk, Istennek élünk,
és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk, Krisztus, ugyanis azért halt meg, és azért támad fel, hogy mind a holtaknak, mind az élőknek ura legyen. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte. Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsájtanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer, 7-szer. A mennyek ország olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az Úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amilyen csak van. És ittől lesz-e adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte. Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az Úr szíve megesett a szolgán. Szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dinárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte. Add meg, amivel tartozol. A szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte. Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az Úr akkor magához hívta őt, és így szólt hozzá. Te gonosz szolga, amikor kelleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatásodon, mint ahogyan én megkönyörültem rajtad. És az Úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek testvérének. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánat. Kedves testvérek, az olvasmányban Sirák fiának a könyvéből hallhattunk arról, hogy bocsássunk meg embertársunknak, ha vétett ellenünk, imádkozzunk, hogy nekünk is megbocsásson az Isten, és hogy gondoljunk a halálunkra, gondoljunk az elmúlásunkra. Mert hogy az ószövetségi ember is úgy vallotta, hogy az Isten megítél bennünket tetteink szerint. A mai evangéliumi részletben hallhattuk a gonosz szolgáról szóló történetet. Azt is hallhattuk, hogy az Úr haragra gerjedt, amikor látta, hogy az a szolga, akinek elengedte
10 000 talentum tartozását, amikor szolgatásával találkozott, 100 dinárért folytogatni kezdte, majd börtönbe vetette. Az elmúlt vasárnap arról beszéltünk, hogy ha a testvérünk véd ellenünk, akkor mit kell tennünk. És említettem azt is, hogy az Isten haragra gerjed, akkor, amikor az egyik ember véd a másik ellen. Igen, akkor, amikor valaki véd ellenünk, akkor jönnek a nehéz érzéseink. Sőt, ott van bennünk a bosszúvágy, ott van bennünk az igazság utáni vágy, hogy az Isten szolgáltasson igazságot. És akkor, amikor a Szentírásban több mint 500-szor van megemlítve, hogy az Isten haragra gerjed, akkor ez mind az Isten igazságára utal, és az embernek a gonoszságára. Mert hogy amikor egyik ember a másiknak árt, amikor ember embernek farkasa, akkor az az Istennek nem tetszik. Haragra gerjed az Isten, amikor a bűnös ember ártatlanul bántja a másikat. Tehát az Isten igazságából fakad az, hogy mi érettünk haragra gerjed. Ahhoz, hogy ezt a mai példabeszédet értsük, muszáj a számadatokat egy kicsit világosan látni. A kis harmadikos általános iskola könyvben, hittankönyvben nagyon szemléletes módon van megjelenítve. Egy talentum 30 kg ezüst, 10 000 talentum 300 tonna ezüst, több milliárd forint, a 100 dinár fél kiló arany, bocsánat, fél kiló ezüst, értjük az arányokat. A példabeszédből kiderül számunkra az Istennek a nagy lelkűsége, hogy az Isten kész mindent elengedni nekünk, kész elengedni a tartozásunkat. Ha valóban őszintén megbánjuk bűneinket, ott van bennünk a jóra törekvés, akkor az Isten elenged mindent. De ugyanezt kéri tőlünk is, hogy hasonló módon cselekedjünk mi is embertársunkkal szemben. Tehát a történetben látjuk az Istennek a nagy lelkűségét, aki mindent kész elengedni, ugyanakkor pedig látjuk a folytogató embert, akik mi vagyunk, hogy bizony csökönyösen tudunk ragaszkodni a saját magunk igazságához, a saját magunk dolgaihoz, és bizony egy kicsit sem hajlandóak vagyunk engedni. Pedig a mi atyánkban is ezt imádkozzuk. Az Isten úgy bánik velünk, ahogyan mi bánunk majd embertársunkkal. Ez az arany szabálynak a kiegészítése. Az arany szabály pedig úgy szól, hogy ahogyan szeretnéd, hogy bánjanak veled, te is úgy tegyél embertársaddal. És ahogyan nem szeretnéd, hogy veled bánjanak, te se bánjál úgy a másikkal. Igen. A mi atyánkban imádkozzuk, hogy úgy bocsásson meg nekünk a Jóisten, ahogy mi megbocsájtunk az ellenünk vétőnek. És akkor azt mondjuk, hogy jaj, tudok-e megbocsájtani úgy, tiszta szívemből, hogy soha semmit nem hánytorgatok föl. Persze itt azért meg kell említeni azt is, hogy akkor, amikor valaki ellenünk vét, akkor évekig ott lehet bennünk az a sérelem, az a nehéz érzés, amelytől nem tudunk szabadulni. Az Isten azt kéri tőlünk, hogy akarjunk megbocsájtani. Tehát akkor, amikor valaki bejön a gyóntató székbe és elmondja, hogy nagy bántalmakat szenvedett el, és ő akar megbocsájtani, de az érzések újra és újra jönnek benne,
és mindig előjön a harag érzése, vagy a bosszúvágy érzése, akkor megnyugtatólag azt kell, hogy mondjam, és azt kell, hogy mondja minden pap, hogy az Úristen ennyit kér, hogy akarjunk megbocsájtani. Illetve az érzéseken nem tudunk változtatni. Az érzések jönnek, van, ami megváltozik, átváltozik, el tudjuk engedni. Érzelmi gyógyulás az, amikor már nincs a szívünkben harag az ellenünk vétővel szemben. Mondhatjuk azt is, hogy az Istennek a gyógyító kegyelme, amikor valamit nagylelkűen el tudunk engedni, és valóban nincs bennünk semmiféle sérelem, semmiféle negatív érzés. Tehát az Isten azt kéri tőlünk, hogy mondjunk le a bosszúvágyról, mondjunk le a bosszúról, a megtorlásról. Mert ahogyan a Szent Leckében is hallhattuk, rosszal nem lehet legyőzni a rosszat. A rossz újabb rosszat szül. Ez az ördögi körnek a lényege. A bosszúból újabb bosszú fakad. Az agresszió újabb agressziót szül. Ennek soha sincs vége. Egyedüli lehetőség, hogy a gonosz ördögi köréből kiszabaduljunk, csak az lehet, ha jóval győzzük le a rosszat. Ettől tudunk másabbak lenni, hogy a rosszért rosszal ne fizessünk, hanem igyekezzünk legyőzni a rosszat a jóval. Ehhez szükséges az Istennek a kegyelme. Ehhez szükséges, hogy kérjük a Szentlélek Úristennek a segítségét, erejét, hogy megvilágosodjunk akkor, amikor a nehéz érzések elhatalmasodnak rajtunk, hogy az Isten segítsen bennünket abban, hogy az érzéseinket félretegyük, és hogy valóban az Isten útján tudjunk maradni. Kérjük a Szent Lelket, az Istennek a szeretet lelkét, hogy ő tegye teljessé a mi életünket, ő segítsen bennünket abban, hogy tiszta szívünkből tudjunk megbocsájtani embertársunknak, hogy az Úristen hozzánk is nagy lelkű tudjon lenni. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és értetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavában. Hiszek az egy, szent,
katolikusi és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egykerességet a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Isten szent fia megbocsátást és irgalmat hozott a földre. Kérjük tőle, hogy példájára mi is meg tudjunk bocsátani. Hogy az egyház pásztorai mindenkor a megbocsátás és irgalom örömhírét hirdessék a világnak, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Hogy az emberiség nagy családjában megszűnjék a viszálykodás és a bosszúállás, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Hogy önmagunkat legyőzve szívből meg tudjunk bocsátani az ellenünk vétkezőknek, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Hogy ne verjen bennünk gyökeret a sértődöttség, a harag és a megtorlás szelleme, hallgass meg, Urunk! Hogy megbocsátó szeretetünkkel mi is méltók lehessünk a te irgalmadra, hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy a rózsafűzér társulat elhunyt tagjai eljussanak a te boldogító színelátásodra, és a mennyei dicsőség részesei legyenek, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Irgalmas Istenünk, segíts minket, hogy szeretetben és békességben élve a földön, halálunkban is a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezembe az áldozatot. Dicséretére és dicsőségére mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Fogadd kegyesen könyörgéseinket, Istenünk, és vedd szívesen híveid áldozati adományait, hogy amit most neved dicsőségére egyenként felajánlottunk, mindnyájunk üdvösségére váljék, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazság. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ki megszámva a tévelgő embert, világra született a Szent Szűztől, majd kereszt halála által az örök haláltól megmentett minket, és feltámadva a sírból örök életet ajándékozott nékünk.
Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szelleme, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Csaba főpásztorunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a Rózsafűzér társulat élő tagjairól. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, a Rózsafűzér társulat elhunyt tagjairól, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsáss őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten,
a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a engesztelődjetek ki szívből egymással, legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére őrizze meg engem az örök életre. Alleluia, alleluia.
Krisztus. Úr, az én pásztorom, nincsen hiányom semmiben. Zöld előréteken át helyet nékem. Csöndes folyóvizek mellett nevelt föl engem. Felüdítette az én lelkemet. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, én bennem maradok, és élő bennem. Alleluja, alleluja. Az, az igazság ösvényén vezetett engem, az ő nevéért. Ha halál völgyében járok is, nem félek a rossztól, mert te ott vagy velem. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ikles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazd meg engem. Halálom óráján hívj magadhoz engem, s add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Könyörögjünk, mennyei ajándékod éltető ereje, járja át lelkünket és testünket, Istenünk, hogy ne a mi ösztönös természetünk uralkodjék bennünk, hanem a szentség hatása irányítson minket mindenkor. Krisztus, ami Urunk által. Üdvözlöm a következőket a kedves testvéreknek. Holnap hétfőn Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe, kedden pedig a fájdalmas szűzanyáról emlékezünk meg. Hétfőn és kedden reggel 7 órakor lesz majd Szent Mise. Csütörtökön 17 órától szentségimádást tartunk, majd 17:30-kor Szent Mise kezdődik. Pénteken ugyancsak reggel 7 órakor lesz majd Szent Mise. Szombaton este 17:30-kor a szeptember hónapban elhunytakról emlékezünk meg. A következő vasárnap a Szent Mise 8:30-kor kezdődik, és Olivia babáért és szüleiért ajánljuk föl a Szent Misét. Holnap délután 4 órától itt a templomban imaóra lesz egyházközségünkért. A püspöki kar előírásainak a
figyelembe vételével jelenjünk meg szentmisén, illetve a hatósági intézkedéseket is figyeljük. Ugye a jelenlegi állás szerint a boltokban is csak szájmaszkkal lehet vásárolni, és ha jól tudom, azokat is megbüntetik, akik nem viselik, meg a boltos magát az üzletet is. Szeretném kérni a kedves testvéreket, hogy hozzanak szájmaszkot, helyesen használják, és a készfertőtlenítést is használjuk, és azt gondolom, hogy örüljünk addig, amíg a nép részt vehet a szentmisén, mert azért a tavaszi dolog az azt hiszem senkinek sem volt jó, és a püspöki kor azt is kéri, meg mindenhol él ez a szabály, hogy aki beteg, az ne menjen közösségbe. Facebookon újra közvetítjük a szentmiséket majd. Nyilván akinek van erre lehetősége, azt tegye meg, de úgy gondolom, hogy rádióban vagy tévében is biztosan, hogy valamilyen szentmisét tudnak hallgatni a testvérek. Nyilván a betegekre vonatkozóan. Aztán szeretném azt is hirdetni, hogy a plébánia nyitvatartása, mármint a plébánia hivatalnak a nyitvatartása módosul. Szerdán és pénteken 15 órától 17 óráig van iroda, és ilyenkor a vasárnap, illetve a szombatesti mise végén, illetve elején lehetőség van arra, hogy valaki adományt, egyházi adót fizessen, vagy éppen szentmisét irasson. Ezt majd megpróbáljuk beosztani is, hogy minden szentmise, mármint a hétvégi szentmise előtt, illetve végén ezt a lehetőséget biztosítjuk. Ahogyan korábban is hirdettük, szeretnénk majd a búcsúztató építését elkezdeni. A hatósági engedélyek már megvannak. Most a főegyházmegyétől várom az engedélyt, hogy az építkezést majd elkezdhessük. Természetesen még gyűjtjük a anyagi forrást, mert hogy ami van, az még egyelőre kevés. Aztán úgy gondolom a várost bejárt az a szomorú hír, hogy hétfő Viradóra Tészabú Pali bácsiéknál tűz ütött ki, és az autója is, és a hátsó része az teljes egészében leégett, illetve a tető is. Pali bácsiék ide, ami egyházközségünkhöz tartoznak. Én azt gondolom, hogy talán átérezzük, hogy ez mennyire rossz lehet, és hogy milyen kár érte őket. Azt gondolom, hogy talán érzelmileg most kezdik ők is fölfogni, hogy mi is történt velük. Minden jó szándékú hívőt kérek, hogy aki ez ügyben jó szívvel tud adakozni, akkor azt gyűjtenénk, majd megkérjük Rémuszt, Sipos Antalt és Kovács Marikát, vagy akár, hogyha Mónika most hátul van, akkor oda is oda lehet adni ezeket az adományokat. Én azt gondolom, hogy itt egy két hetet tűzünk ki, és akkor szeptember utolsó vasárnapján befejezzük ezt a gyűjtést. Nyilván ez azt akarja kifejezni, hogy együtt érzünk, és mellettük vagyunk. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged a boldogságos szüzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.